2018. május 30-án Kisvárán mutatta be először kiállítását Somos Péter újságíró. A fotói újfajta látásmóddal közelítik meg a holokauszt emlékét. Nagyon sokat fotóztam Jeruzsálemben, 23 évet éltem ott, és hát természetesen minden dolog, ami nekem hétköznapinak hat, az itt nyilván másképp csapódik le, de igyekeztem azért olyan képeket is készíteni, amikkel a szent helyek rajta vannak, amik mindenkit érdekelnek, nyilván nem csak a zsidó, hanem a keresztény és a mohamedán szent helyek is. Most ide csak a zsidóságról szóló anyagot hoztam. A kiállítás egyben tisztelgés is a leszármazottak előtt, akik a 90-es évek elejétől folyamatosan keresik a városvezetést, hogy felkutathassák gyökereiket, megismerhessék a múltjukat. Ezzel egy intenzív kapcsolat vette kezdetét, amely fontos, hiszen a II. Világháború idején megyénkben a harmadik legnagyobb zsidó közösség élt Újfehértón. Ráadásul Újfehértó abból a szempontból is érdekes, hogy a megyében nem sok helyen van csoda rabbi eltemetve, itt nálunk a zsidó temetőben található a csoda rabbi, és emiatt is autóbuszos zarándoklatok vannak, mikor megindul a szezon itt a városban is. Egy ilyen kiállítás pedig újabb lehetőséget ad a térségnek, hogy fellendítse a turizmusát. Azonban más miatt is fontos megemlékezni a holokausztról. Azon kívül, hogy tisztelgünk a korábbi honfitársaink előtt, ez egy védelmi reflex is véleményem szerint, mert így tudatosítjuk magunkban, a társadalomban, hogy nem lehet még egyszer arra az útra tévedni, amire 1944-ben tévedtek. 10 évvel ezelőtt még nem volt túl szoros Magyarország és Izrael kapcsolata, az elmúlt évek alatt azonban a kölcsönös érdekek miatt ez sokat javult. Mind a két félnek szüksége van egymásra. Tegyük föl, szüksége van a technológia, a gazdasági együttműködés szempontjából, de szüksége van arra is Izraelnek, hogy legyenek olyan országok, amelyek megértik az izraelit körülvevő nem egészen könnyű légkört, és politikai segítséget tudnak nyújtani akkor, amikor erre szükség van. Így most már nem csak a diplomáciai partnerekkel, Egyiptommal és Jordániával tart szoros kapcsolatot Izrael, hanem a közel-keleti béke elérése érdekében olyan országokkal is, amelyekkel pár évtizede még nem is beszélt, így például Szaúd-Arábiával, Ománnal vagy épp Magyarországgal.